Míg Balaton nevű zeneszerző nincs, addig Tisza nevű zeneszerzőnk, komponistánk van. Tisza Aladárnak hívták azt a 19. század második felében élt komponistát, aki szerintem olyan nagyon nem tudhatott kottát írni. És gondoljanak bele, valaki zeneszerző, és nem tud kottát írni. A 19. század második felében minden második ember komponista volt úgy is, hogy gőze nem volt arról, hogy az öt vonalra mit és hogyan kell leírni. Tudják, hogy hogy történt ez? Ez úgy történt, hogy az embereknek eszébe jutott álmában, vagy másnaposan reggel valami dallam, és azt mondta, hogy ó, ez a világ legszebb dallam, amit én föltaláltam, ami nekem most megjelent az álmomban, tessék, le kéne valahogy írni, és ki kéne valahogy adni. És az illető elrohant egy muzsikushoz, azt mondta neki, hogy figyelj ide, Jóska, nekem ez a dallam eszembe jutott, la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 , elénekelte, Jóska leírta, majd azzal a kottával az illető elrohant a kotta kiadóhoz, és a kotta kiadó kiadta neki a kottát. Ezeket a zeneszerzőket úgy hívjuk, hogy fügykomponisták. Bősze Ádám komoly zenei stand-upja szórakoztatta a közönséget Tiszabercelen a csütörtöki Chill keretein belül. A program sorozatot Pregice Fruzsina, Jászai Mari díjas színművész álmodta meg azzal a céllal, hogy a kultúrát népszerűsítse és egy különleges helyszínen kínáljon minőségi kikapcsolódási lehetőséget az érdeklődőknek. A fellépők szervezése már tavaly augusztusban elkezdődött. A rádiós műsorvezetőként is ismert zenetörténész, Bősze Ádám az elsők között volt, akit felkért. Az a helyzet, hogy nekem a felkérés kapcsán egyedül Fruzsinának a neve volt az, ami így valamit mondott. Mert őszintén megmondom, nem voltam soha Tiszabercelen, nem ismertem ezt a tényleg gyönyörű, lélegzetelállítóan szép környezetet, hanem csak úgy azt mondtam, jó, Pregicer Fruzsina kér, akkor megyek, hát miért nem mennék? És már ma, amikor itt kiszálltam a... Először is már, ahogy beértem a faluba, akkor azt láttam, hogy hát azért itt, ha valaki elkezd egy kulturális eseménysorozatot csinálni, akkor abban kemény missziós, hogy mondjam, lélek kell legyen, mert hát ahogy, amit így éreztem a helyből, azt éreztem, hogy itt azért van lehetőség arra, hogy az ember megművelje a földet. Kulturális értelemben. Kihívást jelentett az előadónak, hogy egy kikötőben kellett fellépnie. A lakóautók feelingje és az asztalok, ezáltal a nézők szétszórtsága megnehezíti egy stand-up könnyedségét és közvetlenségét. Ezért bár felépített műsorstruktúrával készült a tiszabercei fellépésére a zenetörténész, a helyszín adottságai miatt ezt felül kellett írnia. Én nem tudom, hogy itt ezen a környéken mi van, de ide a rozsdásbökőt, hogy hasonló, mint minden máshol. A klasszikus zene az egy ilyen nagyon sznob dolog. És a zeneszerzőkre, mint nem tudom, félistenekre tekintünk, és a gyerekeknek, hogyha bemennek a koncertterembe, akkor csöndbe kell lenni, mint a templomban, és akkor nem oszorogjál, hanem hallgass, és ne élvezd a zenét, hanem hallgass. És én ezt szeretném egy kicsit lazítani. Tehát azért is stand-up, mert szeretném valahogy megmutatni a másik oldalt is, hogy nem ennyire véresen komoly ez a komoly zene. És ha ezt sikerül, még akkor is, hogyha néhány embert fölháborítok vele, az már egy jó jel. A zenetörténész előadását, amely a Muzikális Bestiák Boszorkány Szombat címet kapta, Lahocsinszki Ágnes és Olajos Gábor hangszeres kísérete színesítette. A csütörtöki Chill program sorozata végéhez közeledik, legközelebb július 25-én az Éta zenekart láthatja a közönség.